Sziasztok! A mai napon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztését fogjuk megnézni, illetve hát, hogy hogyan áll a pár hete elkezdődött beruházás. Itt ez az üvegépület majd el lesz bontva, illetve egy másik épület is el lesz bontva, ugye a rádiónak az egykori épülete, ami ott már látható, most a jobb oldalon már látjátok, hogy elkezdték azt is bontani. És ez a gyönyörű palota, egyébként itt az Eszterházi palota, illetve a másik oldalon a Károlyi palota pedig fel lesz újítva, és megkapja majd az egyetem, illetve építenek ide. Most már látjátok itt a látványterven is, hogy itt lesznek majd építve hozzá új részek az egyetemhez, de tulajdonképp itt a két régi épület, amit elbontanak, annak a helyén majd park lesz. És itt az egész környéket rendezni fogják, az utcákat, a parkokat, itt minden nagyon szépen meg lesz majd csinálva, mire teljesen elkészül a beruházás. És akkor itt vagyunk az egykori rádió épületénél, amit már elkezdtek bontani, hát ugye sehogy se néz ki ez az épület, de ha valakinek esetleg még tetszene is, akkor is ez egyszerűen nem illik a környezetbe ide a paloták közé. Láthatjátok egy picit ezt a látványtervet, milyen szép lesz itt majd ez az egész, de ugye az előbb már mutattam a másik látványtervet, most itt is ismét láthatjátok. Így fog kinézni nagyjából az egész környék. És akkor még innen a Múzeum utcából is benézünk, itt láthatjátok, hogy itt azért jó nagy üres terület van, meg ott a bontás, és akkor ide fognak majd az új épületek épülni. Hát most ez egyenlőre ennyi, megkezdték a bontást, 2027 őszén lesz majd átadás. Sziasztok!